Sziasztok! Mindenki, aki rendszeresen hallgatja a podcast adásainkat, tudja, hogy hatalmas Disney rajongó vagyok, úgyhogy a csapattal úgy gondoltuk, hogy hozunk nektek egy Disney-s videót. Én egy top 5 listás videóval készültem nektek, amelyben olyan Disney filmekről fogok beszélni, amelyeket szívesen látnék élő szereplőkkel is a vásznon, úgyhogy kezdjük is el. A listám 5. helyén a Hercegnő és a Béka című film szerepel. Ez egy modern béka királyféle történet, és ez a Disney valószínűleg legutolsó 100%-ig rajzalapú filmje. A főszereplője Tiana, aki szerintem egy nagyon klassz hősnő. Keményen dolgozik és küzd, hogy megvalósítsa az álmait, úgyhogy ő aztán tényleg megérdemli, hogy a végén hercegnővé válhasson. Nyilván élő békákkal, aligátorokkal, Szent János bogarakkal ezt nehéz lenne megoldani, de szerintem ennyi animáció belefér, és biztos vagyok abban is, hogy a Disney kihozná belőle a legjobbat. Szerintem ez a rajzfilm eléggé alulértékelt, és azért is látnám szívesen élő szereplőkkel a vásznon, mert úgy gondolom, hogy Tiana egy remek példakép, akire manapság tényleg szükség van. A listám 4. helyén a Rontó Ralph című film szerepel. Ezt is kicsit alulértékeltnek tartom, holott 2018-ban kapott ez a film egy nagyon remek folytatást. Ez nem egy tipikus hercegnős love story, ez inkább a barátságról, a szeretetről szól, és szerintem egy nagyon szívhez szóló kis történet. Főszerepben nagyon szívesen látnám például Dave Bautistát. Nem tudom, hogy láttátok-e a filmet, nyugodtan írjátok meg nekünk a kommentben, hogy ti hogy vélekedtek erről, szerintem nagyon passzoló lenne hozzá. És el is érkeztünk a listám 3. helyéhez. Ez a film megint csak azért került fel a listámra, mert elég alulértékeltnek tartom, úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat és kicsit beszélni róla. Ez nem más, mint az Elszeveszett Birodalom. Ha láttátok, akkor most biztos azt gondoljátok, hogy ez elég fura ötlet, mert hogy lehetne erre a mesére felhúzni egy élő szereplős filmet, de higgyétek el, működne. Aki látta, tudja, hogy milyen zseniális a film humora, aki meg nem, annak csak ajánlani tudom, mert szerintem tényleg zseniális, nagyon szórakoztató. Ha tehetitek, nézzétek eredeti szinkronnal, ugyanis a film készítői úgy gondolták, hogy sok a hasonlóság a főszereplő, ugye Kuckó császár, és Dave Spade között, ezért ő is kölcsönözte a filmhez a hangját, és szerintem fantasztikus. Spade-et azért el is tudnám képzelni, talán még az élő szereplős változatban is. A listán 2. helyén nem más, mint a Herkules című film szerepel. Ez a film 97-ben jött ki, és el kell, hogy mondjam, azóta is imádom. A szöveg, a szereplők, a zene, ez a 90-es évek egyik mesterműve, szerintem. Már több helyen is olvastam, hogy a rajongók nagyon örülnének egy minél előbbi megfilmesítésnek, főleg azért, mert filmnek, annó Danny DeVito kölcsönözte a hangját, és hát ugye, ő sem lesz fiatalabb. Egy élőszereplős Herkulesnek a rajongók szerint pedig DeVito nélkül nem lenne semmi értelme, amivel egyet kell, hogy értsek, holott volt már egy ehhez hasonló szituáció a közelmúltban, ugye ez az Aladdin volt, és szerintem nagyon jól sikerült annak ellenére, hogy Genie karaktere annó Robin Williamsről lett mintázva, és ugye ő is kölcsönözte Genie hangját, de sajnos ez a színész halála miatt már nem volt lehetséges. Főhős szerepében, tehát Herkules szerepében én például szívesen látnám mondjuk Chris Prattet, de akár Tom Hardyt is el tudnám képzelni. Szó, Herki bomba jó, és minden egyes sikerlistán tuti befutó, ezért én ezt a filmet már nagyon várom. És el is érkeztünk az első helyzethez, és a listám csúcsán nem más, mint minden idők legsikeresebb animációs filmje szerepel, ami jelenleg az én egyik kedvenc Disney filmem, ez a 2013-as Jégvarázs. Szintén kapott egy folytatást, ez 2019. novemberében jött ki. Szerintem ez is nagyon-nagyon jól sikerült. Én nagyon szeretem ezt a történetet, egyebek között azért, mert ez sem. Ez a tipikus love story, ez is inkább a szeretetről szól, azon belül is a testvéri szeretetről. Van benne egy kis küzdelem,
leginkább ez a királynak küzdelme önmagával, illetve az erejével, és szerintem a vezetés elmélet szempontjából is egy nagyon érdekes történet. Az utóbbit kifejtettem már egy blogbejegyzésben, hogyha érdekel titeket és el szeretnétek olvasni, akkor szívesen belinkeljük nektek. Amiben kihívást látok, az Olaf, a hóember imádnivaló karaktere, de szerintem a Disney ezzel is boldogulna. A zene varázslatos, viszont el tudom képzelni azt is, hogy sokak szerint ez elrontaná a történet varázsát, de szerintem legyen hó, és hülye lenne a Disney, hogyha ezt a lépést kihagyná. Ez lett volna az én listám. Hogyha szeretnétek hozzászólni, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk kommentbe, hogy mi a véleményetek, hogy néznek ki a ti listátok, és addig is sziasztok!